nagyon sokat számít szerintem a technológia is, évek folyamán rengeteget fejlődtek a cipők. Ha összehasonlítanánk most egy kézilabda cipőt egy 10 évvel ezelőttivel, hát ő is föld lenne, azt gondolom. Azt érzem egy cipőn, hogy mi a különbség, hogy esetleg könnyebb lett, stabilabb lett, jobban tartja lábamat, talp kialakítása más lett, de az, hogy most ennek éppen mi a technológiai neve, azt nem tudom megmondani. Ebben vagyok, mert jó ideje kapom a kézilabda cipőt, meg vagy a klubtól, vagy a szponzortól. Ahogy látom, most a kézilabda cipők ilyen 40 és 60 ezer forint között vannak a csúcsmodellek. Amikor én elkezdtem kézoldozni, akkor a csúcsmodell a stabil volt, és jól emlékszem, akkor 20 ezer forint volt a stabil. Szerintem az volt a legtöbb, amit költöttem a cipőre.